kapcsolatos összegyűjtött és meghívottat ezen a multiplikációs eseményen, ami az Itulát projekt keretében kerül megrendezésre. Én Busa Zsuzsanna vagyok, és ebben a projektben projektasszisztensként veszek részt. Előadásomban a projektben megrendezésre kerülő hallgatói mobilitási tevékenységekről fogok beszélni. Elsősorban engedjék meg azért, hogy egy pár szót így előjáróban említsek a projekt hátteréről. Tulajdonképpen mi is az, hogy stratégiai partnerség pályázat, ugye ennek két típusa van. Az egyik típusa az az, hogy a bevált gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai pályázatokat, tehát erre lehetett pályázni. A másik viszont az, hogy innovációt támogató stratégiai partnerséget hoz létre egy vagy több felsőoktatási intézmény, kis- és középvállalkozásokkal egyetemben. Az Intululál projekt ez egy ilyen projekt, ami az innovációt támogatja, innovatív gyakorlatok fejlesztésével, valamint innovatív ötletek intenzív diszeminációjával, és különféle szellemi termékek, multiplikációs események, valamint vegyes típusú mobilitások, és különféle szellemi termékek megvalósításával, multiplikációs események, mint éppen a mai esemény megrendezésével, illetve vegyes típusú mobilitások, úgynevezett blended mobilitások szervezésével felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A projektben úgynevezett horizontális prioritások is megvalósításra kerülnek, és ezeket szem előtt tartottuk, amikor kialakítottuk ezt a pályázatot. Ilyen például a teljesítménynövelés formális vagy nem formális oktatáson keresztül, ezért fontos az, hogy felsőoktatási intézmények is részt vegyenek a projektben. Befogadó oktatást, sokféleségek támogatását is célként tűztük ki a pályázatban. Nyitott és innovatív oktatás képzés az ifjúsági munka, a digitális korszakba illetve erre volt már példa az, hogy a hallgatók online kurzusokon vettek részt. Készségek és képességek átláthatósága és elismerése, a tanulás, a foglalkoztathatóság és a munkaerőmobilitás megkönnyítése érdekében, valamint fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság az oktatásban és a képzésben. Ezek voltak az úgynevezett horizontális prioritások, és léteznek még olyan szektor-specifikus prioritások is, ami a felsőoktatás területén jellemző, és ezeket is figyelembe kellett venni. Az egyik ilyen prioritás a tudásszint növelése, valamint a felsőoktatás minőségének és relevanciájának növelése. Ezt a minőségi növelést a mobilitásokon keresztül tudjuk végrehajtani a projektben, valamint a határokon átívelő együttműködéseken keresztül. Fontos még a tudás háromszögnek a megvalósítása és újfajta megvalósítási, illetve terjesztési módok, módszerek fejlesztésének az elősegítése is. A pályázatban vannak úgynevezett támogatható tevékenységek köre, és ebből én a prezentációban szeretném kiemelni a már korábban említett vegyes típusú mobilitást, illetve, vagy más néven blended mobility, ami a felsőoktatásban részvevő hallgatók számára biztosít rövid távú mobilitási cselekedetet, fizikai mobilitást és a virtuális mobilitásnak az egyvelegét értjük ez alatt a blended mobilitás alatt, ami maximum 2 hónap lehet. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók egy másik országba működő KKV, illetve kis- és középvállalkozásba mobilizálnak, és itt úgynevezett szakmai gyakorlaton vesznek részt. A mobilitások során a hallgatók a gyakorlati, szakmai gyakorlatokon alapuló tapasztalatok alapján egy esettanulmányt dolgoznak ki, és ezeknek az esettanulmányoknak az összesítése a 11-es szellemi termékben kerül majd összesítésre. Ebben a projektben a vegyes típusú mobilitásban résztvevő hallgatók száma mindösszesen 6 fő. Ez azt jelenti, hogy a 3 résztvevő felsőoktatási intézményből mindegyikéből 2 fő hallgató vesz majd részt külföldi blended mobilitásban. A már említett blended mobilitásra elkészítettem egy folyamatábrát, hogy hogyan is működik majd ez a valóságban.
Erre egyébként a 2017-es évben kerül majd sor. Mint láthatjuk, tehát felvázoltam a három résztvevő felsőoktatási intézmény. Az Universitat Jaume egy egyetemet, ő a spanyol vezetőpartner, Vasile Alexandri Egyetem Romániából, illetve az Eszterházy Károly Egyetem Magyarországról. Mind a három felsőoktatási intézményből két hallgató kerül majd kiválasztásra, és ahogy a folyamat ábra is mutatja, egy-egy országba megy a két kiválasztott hallgató, ahol az ott működő kis- és középvállalkozások egyikénél fog majd részt venni szakmai gyakorlaton. Mindezt úgy, hogy a külső felsőoktatási intézmény, illetve a fogadó kis- és középvállalkozás részéről szakmai, illetve nyelvi felkészítést, mentorálást fognak majd kapni a hallgatók. Szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy a következő multiplikációs eseményen is láthatjuk majd Önöket vendégeik körében. Köszönöm a figyelmet!